Üdvözöllek titeket! Bálint Mariam vagyok, és a mai Koan interjú alatt engem sokkolt Csongan Szunim, hogy meséljem el nektek el azt a tudati folyamatot, ami tegnap indult bennem, és ma csúcsosodott. És hát elsőnek azt mondtam neki, hogy véletlenül se, annyira nehéz ezekről a dolgokról beszélni, pláne, hogy nagyon izgulós fajta vagyok, de aztán egyet értettem abban, hogy friss az élmény, és jó ez bedobni a közösbe. Mondjuk egyébként is benne van a közösben, de most akkor így szóban is beletenném a térbe, mert hogy valójában a térrel kapcsolatos a dolog, és az első, amit elmesélnék ezzel, Dokel Szunimtól indul a történet, mert tegnap sikerült bejutnom hozzá egy Koan interjúra, és nekem jól sikerült. Nem tudom neki milyen volt, nekem nagyon jó volt, és mondjuk nem lövöm le azt a poént, hogy melyik Koant és mit oldottunk meg, mert nem akarom lelőni nektek a jó kis poénokat, amikor, vagy ezt az örömöt, amikor sikerül megoldani, de az biztos, hogy ott indult el bennem valami, amivel visszaértem a párnára, és elkezdett bennem dolgozni. Egy éve, hogy nagyjából, hogy a tér és hangfigyelés feladatát végzem a meditáció során. Mondjuk ezt annyit elmondok azoknak, mondjuk, akik nézik majd a felvételt, hogy ez tényleg annyit jelent, hogy meditáció alatt hallgatjuk a térben lévő hangokat, és figyeljük a teret. És ebben üldögéltem, és pont ráértem, és pont ezt csináltam, és nem valamilyen belső mozit néztem éppen, hanem mondjuk tényleg megérkeztem a feladathoz, és főleg itt a térélményen van a hangsúly olyan formán, hogy az ember hajlamos ebben a feladatban úgy főleg a hangokat figyelni, ahogy elér minket. De amikor bennem kinyílt az, hogy mi is az, hogy figyelni a teret, mi a tér magam körül, amiben egyébként meg benne ül mindenki, vagy mekkora az a tér, amit mondjuk figyelek, akkor arra lettem figyelmes, hogy mondjuk ez is egy gondolat volt, ugye, ami már is ugye felmerült bennem, hogy belül a megjelenő gondolataim is egy térben jelennek meg. És akkor hirtelen észrevettem, hogy a gondolataimnak van egy tere. Hogy a gondolataim benne vannak, tehát hogy egy tudati térben. Ez a legjobb szó. És amikor ezt kezdtem el figyelni, akkor hogy egyáltalán mi ez? Nehéz róla beszélni, mert azt se tudom mondani, hogy mondjuk úgy beszélek róla, mint most hirtelen, mint egy tárgyról, mert nem az, hanem bennem van, és gyakorlatilag magamról beszélek, de mégis ez egy térélményhez hasonlított. És elkezdtem figyelni ezt a teret, hogy mi az, ami határolja, mert hogyha egy térről beszélünk, mondjuk most itt ez a dharma terem, ennek a tere, ennek vannak falai. És akkor megnéztem, hogy mi az, ami határolja mondjuk az én tudati teremet. És beleütköztem abba, hogy olyan határai vannak, amit én magamról gondolok. Tehát lehetne azt is mondani, hogy azok az önképek határolják azt a tudatot, amit most éppen figyelek, azt a teret, azt a tudatnak azt a terét, ami éppen annyira nyitott, mint amennyire pontosan a gondolataim határolják. És ugye minél masszívabb egy gondolat, minél jobban igaznak gondolom magamról vagy a világról, annál jobban önképé lesz, és úgy mondjuk egy tégla beépül abba a falba, ami azt a tudati teret határolja. És a még izgalmasabb felfedezést akkor tettem, amikor, hát nem, most azt így nem mondom, hogy leromboltam az önképeimet hirtelen, és minden a
üres lett, de mondjuk azt, hogy mondjuk úgy leengedtem ezeket a falakat, vagy inkább kikukucskáltam rajta, hogy milyen az, hogyha ezeket így, milyen mögé nézni. És az a sokkoló felismerés sem támad, hogy az a belső tér, amit én figyelek, az nem különbözik a külső tértől. És hogyha most nem csak a szavaimat hallgatjátok, hanem mondjuk tudatilag ezt a lépést megteszitek, akkor óriásit szól. Tehát bennem is ez akkorát szólt, hogy gyakorlatilag olyan boldog vagyok tőle, olyan öröm van bennem, hogy most is csak úgy kapaszkodom valahol a tantián fókuszba, hogy el ne szálljak, mint a győzedelmi zászló, mert valami olyan dolog történik, ami teljesen más alapokra helyezi a dolgot, és máshogy, más irányba fordít egészen. Hogy mindennek, mintha lenne így most már értelme. És szóval az önképeket lebontogatni, hogy miért, tehát hogy mondjuk okot vagy motivációt keresni rá, vagy helyes motivációt, irányultságot, hogy lerombolni az mi az, hogy lerombolni az önképeket. De hogyha kitapintod magadban, mint a tudatodnak a terének a falai, akkor nagyon gyorsan úgy, tehát hajlamosabb vagy megválni tőlük, már csak kíváncsiságból is úgy gondolom. És mondjuk szerintem jobb elébe menni, mondjuk a tapasztalat nekem azt mutatja, hogy inkább a krízisekben mutatkoznak meg jobban, úgy kitapinthatóbbak akkor az önképek, hogy mi az, amiben valójában hiszel. Jön egy óriási nagy krízis mondjuk az életedben, ami úgy igazán kirántja a talajt a lábad alól, és akkor sokkal jobban megmutatkozik, hogy mi az az önkép mondjuk, amit eddig igaznak hittél. Még nem is tudtad, hogy azt te azt gondolod magadról, csak úgy most úgy hirtelen megmutatkozik, és jobb nem ezt nem megvárni mondjuk, hanem inkább elébe menni. És mondjuk erről egy nagyon kicsi történet eszembe jutott aztán, hogy még így gondolkoztam, hogy mit tudnék megosztani veletek, hogy az önképnek a lerombolásával kapcsolatban így zárásként elmondanám nektek mondjuk az első zen élményemet, ami jóval korábban ért, mint ahogy Csongan Szunimmal találkoztam. Ez akkoriban volt, amikor főiskolára jártam, és hát festőgrafikusnak tanultam, de egy fél évet szobrászatot is kellett tanulnunk, hát konkrétan végezni. És a fél éves feladatunk az volt, hogy élő modell alapján egy életnagyságú fejnek a megmintázása volt a feladat. Már mondjuk ez egy jó hasonlat arról, hogy hogyan tudod tükrözni mondjuk a dolgokat tisztán. De az agyaggal való dolgozás az egyébként is egy ilyen izgalmas feladat, hogy jó, át kellett gyúrni gyakorlatilag egy ekkora óriási nagy agyagot, és akkor azt úgy jól megmunkálni, és felpakolni egy hatalmas nagy állványra, sokkal többet, mint gondolnátok, hogy kell egy fejhez, és a szobrászat tanárunk a tanszék vezetője volt, innen is hála és köszönet neki ebben a pillanatban, és szerintem ő volt az első olyan zen tanító, bár nem hiszem, hogy tudta magáról, de nagyon emlékeztetett a mostani szituációra. Képzeljétek el, egy, hát nem kopasz ember, de bajuszost egy ekkora husánggal a kezében, ahogy így jár körbe a tanítványok között, és hát így szépen csak úgy lengeti hát így nagyjából ekkora husángot, csak éppen laposabb volt, mint a Szunimé. És hát az volt a feladat, hogy ugye még nekiestünk ott az agyagnak, nagy elánnal, hogy akkor most majd mi megmintázunk egy fejet, és amíg járt körbe-körbe mögöttünk a szobrászat mesterünk, addig gyakorlatilag három dolog történhetett az illetővel. Az egyik az volt, hogy megállt a háta mögött valakinek,
és mondjuk elmélázott rajta, nézte és tovább sétált, ez nagyjából azt jelentette, hogy dolgozzál még, vagy úgy jó az irány. A második az volt, hogy megállt az illető mögött, megkérte, hogy lépjen félre, és egy mozdulattal leütötte az egészet. Mondjuk, amin már küzdöttél mondjuk 3 hete vagy 2 hete, és kezdhetted előről, vagy a harmadik verzió az volt, amikor megkérte az illetőt, hogy álljon félre, és 2 jól irányzott mozdulattal megütötte a szobrot mondjuk jobbról, balról, egy kicsit helyre tette az arccsontot, mondjuk meg úgy nagyjából beütötte a homlokot oda, ahova kellett, és azt mondta, hogy na így folytasd tovább. És hát szóval szerintem ti is érzitek nagyjából a hasonlatnak az erejét, vagy így van hasonló élményetek. Nálam a következő történt, hogy megállt mögöttem a mester, izgultam nagyon nagyjából, mint most, hogy wow, mit fog mondani, vagy mit kapok, és azt mondta nekem, hogy álljon arrébb, Rozália, mert hogy nyilván a nevem esse, ez még arra se ért meg, hogy leüssem. És innen ezt a tapasztalatot így nagyjából így átadnám nektek, hogy arra is meg kell érnünk, hogy az önképeinket leüssék. Úgyhogy kívánok nektek teljes szívemből egy-egy jól irányzott ütést Szunimtól. Érjetek meg rá! És hát lehet, hogy nem a mi étkezési vízünk a legtisztább, de elképesztő jó volt veletek gyakorolni, és nagyon-nagyon megköszönöm ezt a hihetetlen jelenlétet és együttgyakorlást, és sok sikert mindenkinek!